hogy kerül a csizma az asztalra. Az egyik feladatban az asztalon szereplő tárgyak közül kellett kiválasztani azokat, amelyek az egyik Grimm mesében szerepelnek. A döntőbe egyébként 10 csapat került be a megyéből, köztük 3 tatabányai, a Kodálya Hermann, illetve az Óvárosi iskolából. Most már a 7. alkalommal rendeztük meg ezt a vetélkedőt. Nagyon nehéz dönteni, mert annyira színvonalas és sokoldalú munkát adnak be a gyerekek, alaposan felkészülnek az ismeretekből, és szeretnénk többet meghívni, csak nagyon rövid ez a délután, és így több csapatot sajnos 10-nél nem tudunk sem mozgatni, sem leültetni, tehát ezért nehéz döntés után kerülnek ide. Ilyenkor már inkább a talpra esettség, az általános tájékozódás a döntő a feladatoknál. Az előzetes levelezős fordulónál az Európai Unió felépítésével, intézményrendszerével, a jelképekkel foglalkozunk, és mindig becsempészünk egy kis környezetvédelemmel kapcsolatos tudást, hogy mire készül az Európai Unió, milyen a jövő védelmében milyen intézkedéseket hoz, vagy pedig szokásokat, egyes országok szokásaival ismerkednek a gyerekek, vagy például az idén Európa napot kellett kitalálni dolgoknak, akár épületeknek, akár rendezvénynek, programsorozatnak, ami szerintük fontos lenne. Ők nagyon sokan írták például a palacsinta napot, ami hát ugye a gyerekekhez közel áll, vagy pedig zöld dolgokkal foglalkoztak, mint zöld csütörtök, zöld pontok, tehát aktuális dolgok is. A Kodály iskola csapatában 5 fiatal hölgy birkózott a feladatokkal. Jó lesz a felvételihez is, meg azért érdekel a történelem eléggé. És a társaid? Hát nagyon jó barátnőim, és ők is, hát amikor meghaladtuk ezt a versenyt, akkor mondtuk, hogy hát ez kell nekünk. Ezt tanuljátok az iskolában egyébként, vagy sokat kell olvasni hozzá? Az Európai Unió erre a versenyre sokat kell olvasni, de amúgy hát egy nagyon kis témában vettük ezt a részt. Hát csak a jelmondat, az Európa nap, az alap dolgok. Mit kell itt csinálni most? De a Grimm testvéreknek a meséit kell tárgyakról felismerni. Nehéz. Hát első látásra nem egy könnyű dolog. Régen volt, amikor mesét olvastam. Nekem olvasták akkor még. A versenyt végül a lábatlaniak nyerték meggyőző fölénnyel a két tarjáni csapat előtt.